Üdv mindenkinek, Márta vagyok a Retroboy, és arra gondoltam, hogy most kijátszanánk a Super Mario Landet. Most jelenleg megpróbál filmekről beszélni, mert az előző videóban ez kimaradt, és már legalább 4 vagy 5 filmet megnéztem, és ezekről is kellene beszélni. Úgy is az egész videó olyan simi lesz, mint a Super Mario 2, hogy egy helyben ül végigjátszom az egész játékot, és körülbelül ennyi. Mondjuk a Mario Land nem egy hosszú játék, Game Boy-ra jelent meg 1989-ben, ahogyan lent láthattátok a főmenüben, és igazából inkább tudni erről a játékról, hogy ez nem a legelső kézikonzolra megjelent Mario játék. A legelső még azt hiszem Game & Watch-ra jelent meg még anno 1981-ben, Mario cementgyár címen lényegében. Na de mindegy, ha akarjátok, akkor próbálj meg arra a kis legelső generációs kézikonzolos videót, akkor csak jelzétek kommentekben, de akár legyen, akkor ezt a játékot játszok ki, nem egy hosszú darab. És mivel Gameboy-ról van szó, hogy természetesen nincsenek képek, akarom mondani, nincsenek színek a képernyőn. Ez nem jelent olyan nagy problémát, ugyanis, hát mondom, akkorban ez volt az igény, meg szerintem ez annyira nem irritáló itt, sokkal inkább az irányítás, eléggé szaggatós az egész. Mármint annyira azért nem könnyű kiszemíteni a mozgást, maradjunk ennyiben. És kb. Ennyit tudok elmondani a játékról. 4 világból áll igazából az egész össze, és lesznek játékmeneti eltérések. Konkrétan ez volt a legelső Mario játék, amiben, ha minden igaz, tudtunk repülőt vezetni. Na de mindegy. Akkor beszéljünk is gyorsan filmekről, mert hát ezért indítottam ezt az istenverte videót. Oké, tehát akkor Batman a rém állarca. 1993-at írunk, kérem szépen, a Batman sorozatnak az első évada már véget ért igazából. Csak megnéztem, hogy tudom, hogy kell betölteni állást, tehát véget ért, és ennek a sikernek köszönhetően elhatározták azt, hogy csinálni volna belőle egy tévéfilmet. De aztán arra gondoltak, hogy milyen lenne, hogyha inkább egy mozifilmet csinálnánk. Eléggé nagy volt a költségvetési a filmnek, és nagy sikerben reménykedtek mind a készítők, mind a kritikusok, mert egy egész alkotásról beszélünk szerintem. Csak az a gond, hogy a filmanyagi bukás volt. Na, de miről is szól a film igazából? Bruce Wayne tevékenykedik úgy rendesen, mint Batman igazából is. Nagyjából ennyi, csak jön egy új ellenfél, aki a szokásosan intézi, gyilkolász embereket, akar mondani mafiózókat, most így kivételes, és hát utána nézünk mégis ki ez. Közben kicsit tördünk a karakternek az eredet történetével, hogy mit csinált miután kinyertek a szülét, hogyan kezdett el edzeni, stb. Úgy körülbelül ennyi az egész. Megtehetősen van egy romantikus szál, ami szintén köthető az egész történethez, meg magához a film végén lévő fordulathoz, ami eléggé kiszámítható, hogyha jártasok vagyunk a sorozatnak a melletében, meg annak a történeteiben. És igen, hogyha teljesítünk egy pályát és felmegyünk a felső emeletre, ott a legvégén, akkor jön egy ilyen mini játék itt, ami eléggé kiszámíthatatlan. Szóval mit is akartam mondani? Tehát igen, van egy romantikus szál, meg egy gonosz, és nem tudom, hogy kellene spoilerezni, vagy hogy ennyi év után ez meglepő lenne, de nyilvánvalóan az a bizonyos gonosz lenne az egykori szerelme Andrea Bruce Wayne-nek. De hogy mégis azt egész mi a francit csinálja, az is egy ilyen fordulatnak nevezhető, mert Jokerek az eletörténést törölnek. A látványra nincsen panasz, igazából ugyanúgy néz ki maga a sorozat is, csak kicsi szegemmel meganimálva. Pontosan részletesebben van a kirajzolva a karakterek, több ránc jutott a karakterekre, meg egyértelműen ruhák is már részletesebbek egy kicsit. Igazából nem tudok sok minden még elmondani a filmről, mert az a baj vele, hogy eléggé elszáll felette az idő szerintem. Kiszámíthatóvá vál, kicsit klissésé, meg szerintem Joker-t annyira nem ötletes, mert tetszik az, hogy Gathamnek egy elhagyatott részén van, ami eléggé szépen nézett ki a régebbi időben, és elég ijesztően néz ki így lerombolt, elhagyatott állapotban, de az a gond, hogy nagyon nagy tervei igazából nincsenek, csak tibius káosz teremtés, stb. Vagy valami hasonló. Az a baj, hogy nem ő volt a karakter legemlékezetesebb pontja. Ami legjobban nekem a filmben tetszett, az igazából az egyik azok a zenék, tehát én nem csak a betét arról van szó, hanem a többi zenéről is egyértelműen, meg illetve az is, hogy Bruce itt nem csak úgy láthatjuk, hogy hú, komor vagyok, ezt a szüdeimet, ez még komorabb vagyok, hanem láthatjuk, hogy boldog, mert megtalálta a párkapcsolatát, és úgy gondolja, hogy nem kéne Batman-ként tevékenykednie. Ez teljesen korrekt, meg minden. De igazából azt tetszik benne, hogy itt még jobban átérzük a karakter, még lehangoltabb, még szomok szokott lenni időnként, stb. Tehát igazából ugyanolyan, mint a sorozat, csak hogy is mondjam meg, kicsit jobban tudunk, még jobban tudunk azonosulni az eseményekkel. És megint egy HP, hát ezt nem hiszem el. Szóval nem volt rossz film, csak én kicsit több fordulatot vártam egy meglepetésre, hogyha már sokan ezt tartják a legjobb Batman filmet. Tehát értem, jól van ki volt a Bruce karaktere. Jobban tudunk elazonosulni, sokkal érzelmesebb ez a történet, vagy sokkal érzelmesebbnek szánt, vagy inkább lett megalkotva, illetve lett elképzelve, mint ahogyan mondjuk a legtöbb élőszereplős.
Csak nem tudom. Az a baj, korábban láttam most a visszatértést, és azt hittem valami hasonló drámáról van szó, vagy társadalomkritikáról. Szóval nem volt rossz a film, csak lehet, hogy akkor ütött volna igazán nagyot, hogyha én is így a 90-es évek gyermeke lettem volna, és akkor láthattam volna ezt a filmet még annak idején. De sajnos nem, ez kicsit élet, én életebb fejjel néztem meg, ezt néztem meg, és annyira nem volt számomra meglepetéssel teli. A filmre adok összességében egy ilyen 75%-ot, de bizonyára többet is érhet. Oké, akkor megnéztem még egy DC animációs film, ez pedig nem más, mint pedig a Flashpoint Paradoxon, vagy Villám Paradoxon. Tőlnek körülbelül csak annyira megismerjük Barry Allennek, ahogy a Flashnek a eredet történetét. Bocsánat, ha rossz információkat mondok, tehát megismerjük az eredet történetét, elveszítette az anyát igazából, és azon kezdett gondolkodni, mi lehet volna, hogyha megmentené őt. Hát sajnos ez egy alternatív világban meg is fog történni. Valami probléma adódik az idősíkkal, és egy teljesen más időtérben ébredt fel, ahol teljesen máshogy mentek a dolgok. Például meghalt Mario benne. Na, például az, hogy Bruce Wayne itt meghalt, és helyette Thomas lett a Batman, és egy kiöregedett karakter is mehető meg általa. És úgy körülbelül ennyi igazából. Mert még rengeteg más alternatíva. Aquaman, meg Wonder Woman gonosz például, Superman meg lényegében genetikai kísérleteknek lett alátéve szegényke, ahelyett, hogy oda talált volna a nevelőszüleihez, akinek a nevét kifeltettem, mert nem vagyok egy ilyen nagy képregény filmrajongó, vagy úgy ámblok bármilyen. Itt a fő ellenfél igazából ugyanolyan, mint Bowser, és elmentettem azt, hogy megsérülök, hát ez nagyon kemény, ez nagyon jó. Szóval igen, ez egy jó film volt. Látványos volt, komoly volt, érzelmes. Itt tetszett az alternatív időség, ahogy az emberek ott máshogy viselkednek. Plusz a film, mivel ez egy eleve már egy felületnek készült animációs mese így. Teljesen nyilvánvaló, hogy van benne vér, káromkodás, kemény társadalomkritika, és igen komoly nyomasztó hangulata van az egésznek még. A fordulatok is teljesen rendben vannak szerintem. És tudtam, hogy össze meg fogom nézni ezt a remek kis filmet. Nekem nagyon tetszett, igazából rosszat nem tudok róla mondani. Talán látvány néhány szó beleütközik, annak én mondom ezt, hogy elindítettem azt, hogy látványos meg minden. Hoppá, ezt azért el kell végeznem, oké, két életerőpont. Tehát, talán annyi, hogy van egy-kettő jelenet, amikor természetesen CGI-val meganyulálva, hogy 3D-s modelleket alkalmaznak egy-két jelenetnél, de igazából csak azok olyan feltűnőek, de magával a megrajzolással nincsen bajom, karakterek részletesek és teljesen beleillennek az összképbe. A film adok összességében egy 90%-ot. Oké, akkor most leestünk, hát ez nagyszerű. Aztán akkor Niki Lauda emlékére, aki pár hete vagy inkább egy hónapja hunyt el 70 évesen, szóval az ő emlékére Tamással megnéztem újra a Rust. Igazából ez egy modern klasszikus, nem tudok rosszat mondani, fantasztikus, hogy jól akiben a Chris Hemsworth, meg a többi színész is természetesen. A történet is igazából csak annyi, hogy van két karakter, van két személy, akik fontosan rivalizálnak egymással, de egy James Hunt, a másik egy Niki Lauda természetesen. Természetesen benne lesz még az még benne is van az ikonikus, nem ikonikus, inkább a tragikus pillanat a versenytörténelemben is, az a hírhet baleset is Niki Laudával kapcsolatban, ami miatt ő vált az egyik leghíresebb versenyzővé, de látszik az egész színen, hogy ez nem arról szólt. Tehát a film annyira gondom egyedül, hogy szerintem siet. Nagyon is siet szerintem. Olyan érzésem volt, mint hogy a film egyszerűen két óra helyett egy óra lett volna az egész. Én legalább még egy fél órát megnéztem volna ebből az egészből. Igazából más panaszom nincsen, a zenére nincsen panasz, talán Hans Zimmer egyik legjobb munkásságáról van szó. A látvány szerintem korrekt, tényleg rendben van a film igazából, nincsen panaszok, csak lehetett volna kicsit lassabb és érzelmesebb is ez az egész történet. A film adok összességében egy 95%-ot. Na aztán, hát megnéztem egy igen érdekes filmet, amire szerintem ti is tudtok, ez pedig nem más, mint pedig a Baywatch. Nem láttam az eredeti sorozatot, nem tudom milyen volt az ottani, milyen volt az akkori műsor, vagy akkori tartalom. Csak én tudok, hogy David Hasselhoff volt benne valószínűleg a főszereplő, és ennyi. Valószínűleg hát ő volt, még cameózik is ebben a 2017-es filmben. Mit kell erről a filmre mondani? Ez egy trash film. Ezzel össze is foglaltam az egész filmet. Egy tipikus mai vígjáték, ami tel van pénisz viccekkel, egyéb mással. Szexuális utalásokkal, kábítószerekkel, meg egyéb más marsággal. Történet körülbelül csak annyi, hogy van ez a rendes strand, ott mindenki végzi maga a dolgát, csak kellnek új alkalmazottak, mert egy csomó elmentés hiányzik. És hát természetesen már a karaktereket megismerjük, még mielőtt lényegében a csapatnak a tagjai lennének. És itt most hogy menjünk fel? Ja, hogy így? Igen, az a golyó ott, amit kilövünk, az lényegében felszedi a pontokat, és körülbelül ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Szóval megismerjük a karaktereket, még mielőtt egyáltalán csapat tagjai lennének, és mindegyik ilyen különböző személyiség.
valaki ilyen tipikus fiatal srác, aki nem tud mi kezdeni életével, és nagyon izgult, tisztára én voltam benne, tisztára úgy éreztem magam, hogy én lennék benne a filmben. Meg természetesen ott van az a csávó, akinek van múltja, van tapasztalata, csak nagy az egó, nagy az egója, meg van egy fiatal csajsz, aki igazából csak megpróbálja találni a helyét ebben a nagy keszekuszak történetben. Történet meg úgy folytatódik tovább, hogy találnak egy kábítószert, igazából Dwayne Rock Johnson talál benne egy istenverte kábítószert, és akkor kivel de mégis mi a franc zajlik itt a háttérben. És kiderül, hogy mégis mi a... És igazából nem az, hogy kiderül, hanem utána nézzük, hogy mégis mi zajlik itt a háttérben. Folyamatosan hallnak meg emberek, és maguk a főszereplők is vilatkoznak azon, hogy mennyire is jól csinálják a dolgokat, mennyire is veszik komolyan az egész, és mennyire kéne rá összpontosítani a dolgokra. A gondolfilm aztán az, hogy Rock kivételével nagyon más színész nem valaki benne jól. Vagy semmilyen, vagy még az alatt is. Másik gondolfilm az a látvány. A CGI nagyon meglátszik. Egy-két szám, amikor ég a tűz, az néz ki feltűnően rondán. Meg eleve a helikopter is ott a film végénél. Meg még sorolhatnám akkor. A karakternek a bemutatásával nincsen baj, valószínűleg egy átlag néző ezt nagyon élvezni, de én kicsit drámát azért többet, egy kicsit azért több drámát képzeltem el egyes karakterek mögé, bár mondjuk szerintem ez túlzás, igazából egyetlen karakternek van drámája az egoista csávónak, de mindegy. Vele nagy bajok nem voltam, vele még nagy bajaim nem voltam, mert vele tudtam szimpatizálni, mert lettük karakterrel, és valamilyen módon csak a színészi játék nem volt a toppon. De ha jól tudod, először az erről volt híres, hanem az igen érdekes jellemei miatt, tehát csacsokseggek egyéb más, már bocsánat a csúnyán kifejezésért, és igen, itt így lehet átbágolni magunkat platformok alatt nagyként, na mindegy. Ó, ja, hogy ezt így kellett volna, hát én barom, az a baj, túl sokat beszél már megint. Na, szóval nem volt rossz film, csak lehetett volna szerintem izgalmasabb, és kihagyhatok volna egy-két jelenetet, nem tudom, hogy ez... Megjegyeztétek ezt a jelenetet, de van film egy olyan jelenet, amikor lényegében az egyik elhalt karakternek a nemi szervét vizsgálják át, és az szerintem mellőzhető volt. Főleg mi onnan jelenet éppen enni akartam, de elment tőle az étvágyam kb. A film végéig. Szóval nem volt egy jó film, de volt neki egy olyan feelingje, ami miatt lehet, hogy újra fogom egyszer nézni. Természetesen úgy, hogy átugrottam azt a bizonyos jelenetet, amit megemlítettem. A filmmel adok összességében egy olyan 50%-ot. És kifolyott a felvétel? Nem. By the way, folytassuk akkor ezt a játékot. Hogyan ki kéne ezeket az istenverte pontokat lőni, vagy inkább érméket? Atya úristen emberek. Na, valami érdekes. Történjen már. Aj. Inkább hagyom, úgyis csak elmentem a játékállást. Így nincs értelme ezeket begyűjteni. És hát természetesen véget ér az iskola, mindenki nagyon boldog. Mindenki tervezi, hogy hogyan fog aludni nyelv, hogyan fog dolgozni. Hát én eléggé kétesen állok ehhez hozzá. De remélhetőleg lesz, és akkor majd lesz egy új hardware rendszerem, és ennek köszönhetően akkor nem fogok annyi videóim szaggatni. Bárki tudja, mit hozzá a jövő, lehet, hogy is ezt munkám nyáron. Na mindegy. De akkor itt vagyunk a másik világnál, és hát itt vannak ezek az istenverte robotok, amikről azt kell tudni, hogy így elereztik a fejüket, aztán így körbejárják magukat igazából. És ez nélkül egész zavaró lehet. Ahogy ez a Mario Land teljesen a semmiből jött. Tehát így, csak így... Akartam egy játékkal játszani, miközben beszámolok filmekről. Meg amúgy is Mario-ból már úgyis régen volt szerintem a csatornán. Na oké. Okay. Mi van? Na azért, igen, mivel Game Boy megtartásán a hardware igényeket csökkenteni kellett így. Így ennek köszönhetően az, hogy például csak egyetlen egy, nem tudom, lövedéket tudunk kiírni a képernyőn, illetve az, hogy át tud esni a pick-up igazából minden platformon. De nem baj, az a játék stílusos, azt meg kell hagyni, csak egyenne baj van ez az egésszel. A karakternek az irányítása eléggé szögletes szerintem, hogy is mondjam el. Nem tudom annyira, hogy jól irányítani a főszereplőt, mint mondjuk a korábbiakban. Később reagál például a gombokra, vagy ha az nem, akkor meg ugrás közben egyszerűen ezzel megfordulni, vagy nem tudom. Tehát, hogy annyira nem áll számomra ez kézre. Oké, és akkor megint lemegyünk ide. És olyan megfigyelhettétek korábban, amikor megszereztük a hercegnőt, vagy utolértük, akkor azt kiáltotta már, hogy Daisy, tehát Daisy hercegnő kell megmenteni, itt járt meg először, és itt még nem találta ki természetesen azt, hogy Luigi-nak ő a szerelme. Na mindegy. Bár ez nem olyan nagy dolog. És akkor én hogyan jussak ki? Á, köszi. Hát jó, megpróbálom azt felszedni. Erről is van szó? Jó.
És megint itt vagyok hátul? Hát ennek sok értelme volt. Ja, nem? Jó. Nem, oda felmegyek. Oda felmegyek. Engem nem érdekel. Én fel fog oda menni. Mindenféle akarály nélkül, csak hát az irányítás már mondta, hogy nem a legjobb. Hoppá, hoppá, hoppá. Nem. Most se jó. Ajaj, ez így nem lesz jó. Ajaj. Na. Atya, úristen emberek. Hát ez elfutott egy ideig. Hál' azért nem fel tudtam ide jutni. Na, akkor szépen tovább át. És mivel ez egy olyan emulátor, ami Game Boy-os, így itt sajnos a funkciók másak. Tehát itt sajnos nincsen... három élet, pont a legjobb. Szóval itt nincsen nagyon funkció arra, hogy felgyorsítjuk az eseményeket. És igen, ez egy vízalti pálya. Érdekes. Szóval ilyen alapjártól nem volt. És van kétfajta támadás, van ez egy lövéses, meg van az, hogy így kilövünk többet, hármat igazából. De onnan tegén ezt játékos soha nem játszottam végig, szóval nem tudom mi lesz. Annyitól van repülős pálya is. És hogy eléggé sokan megverték ezt eddig annak ide 82, hát megedél, mert Mario, ezzel mindent el lehet adni ezzel a címmel. És akkor szépen haladjunk tovább át. Na. És legbelül van az, hogy szét is lehetünk platformokat, meg blokkokat. Nem tudom, miért kaptam gombát. Na mindegy. Szóval, körülbelül ennyit tudok kell lenni a pályáról. Fontos ennek a vízi élőlények, és megpróbáljuk azokat elkerülni, vagy kilőni. Ha szerintem, hogy a Mario Land 2-ben csinálhatnák végigjátást, ugyanis az ott legelső olyan alkalom, amikor látható volt Wario, mert jól volt ott a főgonosz igazából. És sem Bowser a főgonosz, hanem egy földön kívül, jól tudom, de lehet, hogy összekem valami mással. Ajaj. Természetesen a folytatás megjelent Game Boy-ra. Csak az azt hiszem Game Boy Color-ra is, meg talán ez is, bár azt nem hinném. Szóval megjelent az is Game Boy-ra, és az jobban hasonlít a Super Mario World-re, mint sem a klasszikusra. És jól láttam ide az ellen kívül, hogy Mario, és én megint elrendettem úgy, hogy megsérültem már. Na mindegy, nem baj, van extra életünk. És ahogy látod, hogy bejöttem, a könnyű életet szerint, de olyan hamar el is tudjuk ezeket veszíteni. A halál meg így néz ki igazából. Tehát oké, klasszikusan kiesünk, és szinte töltés nélkül ott folytathatjuk, ahol abba hagytuk, vagy ahol meghaltunk. És pont a fő ellenfél is, szóval ez egy izgalmas egy kicsiként. Úristen, mi ez a hang? Nem ezért van a jobb hangon még animálni? Hát jó. Magáról a soundcheckről nem tudok sok mindent elmondani. Nem rossz, csak nem is fog annyit ember fejben maradni. Inkább csak a fő téma, ami olyan emlékezetessé maradt számomra, ami az első világban szólt magyarul. Na nézzük, hol van Daisy. Hé, a vízre nem kell bejönnie akkor? Na mindegy. Thank you, Mario. Oh, Daisy! Ja, nincsen a felkelte olyan, tehát oh, Daisy. És akkor így elváltozik ilyen szörnyeteggé. Akkor, ami igazából egy oktopusz. Hát jó. Na, akkor nézzük, mit tudunk felszedni most. És pont van kijön a 20. Jaj, de jó. És megyünk a harmadik világnál. Szóval ember, gondolom, ez egy rövidebb videó lesz. Azt gondolom, hogy kontrával játszanak Game Boy-on, mert állítólag arra is megjelent valamelyik. Azt hiszem, hogy a harmadik, amivel még nem játszottam sohasem. Szóval érdekes ez. Játszok a Contra 3-mal Game Boy-on, úgyhogy az eredetivel nem játszottam. Most az eredeti porton nem. Emulátoron keresztül természetesen. Jó. És igen, itt is van a bullet billek, meg ágyuk, csak itt olyan módon jelennek meg, ami eddig más játékban nem láthattunk eddig. Valószínűleg ezután már itt is megjelentek a csőből megjelenő bullet billek. Na mindegy. Nem tudom, hogy az ágyú még a bullet bill, ahol a lövedéket, az ugyanúgy neveztem mindig is. És így benne nem maradt. Hoppá, ajaj. Na most mit csináljak ott lent? Azokat hogy szedjem fel? Ez egy csapda. It's a trap. Jól van, és akkor meg itt át haladni. Hát azt jól elkerültem. Ja igen, a segugrás így néz ki. Viszont igen, hogyha elmozdulunk ugrás közben, akkor így felállunk és ilyen fogó pozícióban maradunk meg.
És mi az a... mi volt az ott? Oké, az egy dolog, hogy itt... nem is tudom. Húsvészszigeti fejszobrok vannak, csak az ott miért rohangál az a... az a... nem tudom. Őslakos vagy helyi lakos, na mindegy. Ezt hogy tudtam így benézni? Na mindegy, mi hogyha ráugrok? Mi hogyha ráugrok? Na ennyi. Azt hittem, hogy az van, ez az a tipikus elfi, ami okos megsevezték, hát hogyha nem támad meg. Na mindegy. Hát mi ez Márton? Hát az a támadás, hogy fut. Na, vagy meg azt, hogy felszedni a lehet legfőjébb módon. Hát akkor nem. Na mindegy. Igen, igen, és hogyha a technősök ráugrasz, akkor nem lehet elrökni a páncélba, helyett átalakulna a bombákká. Érdekes egy megoldás, meg kell hagyni. És ha jól számoltam, akkor ebben a játékban egy világ az három pályás, de lehet, hogy én nem figyeltem, mert túl sokat beszéltem és elmerültem benne. Hoppá, ajjaj, ajjaj. Ne, ne, jó, rendben. Ajjaj, ez furcsa így. Tehát így belúglik a csőbe, amiben nem kellene, amiben szabályosan nem kellene, aztán így tovább ugrik benne. Ezt nem tudom körbeírni. Ez egyszerűen csak csodálatos. Na, megpróbálok double killt okozni. Akkor nem. Történjen már valami. Na, azaz, vagyunk, kinyírtam. A hitboxok nagyjából ugyanolyanok, mint a klasszikus Mario-nál, szóval... úgy ismert az valaki sebeznő közel, nem is vagy a feje felett, csak közvetlenül mellette. Na mindegy. Hoppá! Na, jó, jó, jó. Azt jól benézted. Amúgy a Mario Land 2-ben hasonló jelenet lesz, csak hogy nem kell pattogó sziklákon ugrálni, hanem csak szimulálni egy labdán közlekedned. Amit természetesen fontosan lök lettége, vagy toll lettége az ellenkező irányba, mert hát csúszol és nem egy irányba mozog veled. Na mindegy. Hoppá. De hát ugye emlékszem rosszul, azonban utoljára két éve játszottam ki a játék, vagy több ideje. Az igen. Na. Jó, gyorsan itt elmentem, aztán majd lesz valami itt. Amúgy az ott a semmiből spawnolt újra? Miért? Jó, tudjátok, hogy nem érdekel. Én itt tovább megyek. Aztán azt ott felszedem. Na, akkor nem, és meg is halok. Hogy nekem. Jó. Na, végre sikerült ide feljutnom, és itt fel nincs semmi az égvilágon. Hát megérte akkor. Nem tudom, most van, nagyon ilyen bénátos kedvembe vagyok. Jó, akkor is szépen tovább át. Hát, mondom, az jelentés nem jó. Vagy csak szintén én vagyok túlságosan is szerencsétlen ma. Sőt, biztos, hát, mártam, számítsa, hogy semmi fog jelenni szikla. Egyértelmű. Egyértelmű, a sziklák nem hegyről, hanem a levegőből jönnek. Na. Jó. Akkor most. Oké, ezt is megoldottuk valahogy. Akkor csak két pályások a világok? Mi van? Tudni, hogy ez valami kamu világ, vagy nem tudom. Hoppá, spooky skeleton, akkor mondani spider, na mindegy. Jó, itt fenn nincs semmi. Csak pókok. De úgy igazából titkos hely nincsen, vagy ha van, akkor oda nem tudok eljutni. Valószínűleg, mert titkos hely, igaz? Na, valami titkos hely. Amúgy az is feltűnő, hogy a blokkoknak a méretét a kelleténél jóval a kisebbek. Alacsonyabb méretűek. Mi van? Na mindegy. Jó. Oké, ezzel pont beszerezve, és akkor a pók alatt elmegyünk. Szépen. Nem akarok pókember lenni, hagyjadom békén. Nem akarok szemremi pókember lenni. Miről beszélsz máról? Hát a képegényekben is megszúrták pókkal, aztán utána meg már egyből tudott pókreflexel rendelkezni Peter Parker. Na mindegy. Jó. Azért milyen bátor Mario, hogy csak úgy ráugrik egy óriási pókra. Na mindegy. Mondjuk, ha már pókok, ide lenne megnézni egyszer az analkofóbiát, meg a mérges pókokat is. Igazi B-trash filmek, meg Tomás ajánlotta nekem a Mutánsok című filmet, amiben általában ilyen óriási kullancsot támadják meg az embereket. Hát,
érdekel engem ez, majd megnézem azt is egyszer. Jó. Oké. Na jó van. Abban most nem tudom már miről beszélni. Talán csak annyi, hogy én, nekem nem volt gyerekkorom, hogyha ezt kimerem mondani, de én nem láttam egyetlen egy reszkeset betörő filmet sem, mert annyira nem érdekelt, de engem sem olyan soha megnézni ezeket. Sajnálom, hogyha valaki itt most ezzel megsértettem, vagy ezzel rosszabb mondtam. Szóval az a helyzet, hogy most van ez a Joker film, és vagy Joker, nem Joker, hanem ez az új Batman film, és állítólag egy pletyka szerint azt az embert akar megjelölni, vagy kiválasztani Joker szerepére, aki annak idején Kevint játszotta. Hát tudjátok, az ember, aki kábítószer szerzett egy ideig, miután szerzett be elég pénzt, na mindegy. Hát, remélem az csak egy pletyka, bár lehetséges, hogy abban csavarban tehetség így idősebb korban, nem tudom. Én nem tudom, hogy színészkedett a reszkesre betörők után, valószínűleg nem. Vagy ha mégis, akkor csak kisebb szerepekben. Na jó, van, én a problémák vagyok, hogy átjutni oda fel. Akkor nem. Hát azért mondom, azért több pályából kell állnia egy világnak, legalább háromnak, hogy van emlékszem ennyi a játéknál. Jó, oké. Nem kapsz el, nem kapsz el. Jó. Ott vajon mi lehet fent? Engem érdekel. Á, megért ide lejönni. Milyen jó. Na, aj. Hát nem volt értelme aztán. Vissza akarok menni, engedjetek vissza. Kösz. Na. Veszedek mindent. Eléggé pénzélyes vagyok most. Na, jó. Na, akkor hagyjuk. De itt tök furcsa, most a piramis zenéhez szól, annak ellenére, hogy itt vagyunk fent a felszínen. Nem meglepő, hogy a játék Egyiptom környékén játszódik, vagy valami hasonló atmoszférában. Itt nem mi lehet? Oké. Tüskék, amiben belemegyek, mert totális elkerülhetetlenek voltak. Hát igen, azt a blokkot nem lehet csak úgy arra a blokkra, csak hogy nem lehet ráugrani. Ahhoz ilyen méltóság kell, hogy elérd. Meg egy ilyen hírt hallottam, hogy állítólag a rajongók szeretik a láthatatlan blokkokat, tehát hogy egy állítólag a rajongók petíciót írtak azért, hogy Tony Stark visszatérjen. Én azt mondom, hogy nem kell, az ő térdére le lesz zárva, ezt el kell fogadni szerintem. Oké. Oké, akkor így megyünk. Szóval úgy se dolgozolna mostanában egy Hollywood környékén, na de mindegy, ez van. Vagy mikor nem volt furcsa, vagy zavaró, vagy bosszantó, ami történtek ott. Na mindegy. Ezt túl sokszor mondom, na mindegy. Bár ehhez nagyon nem tudok itt hozzáfűzni. Ezek a sziklák mindenhol ott vannak, nem is érdekel már a blokkok. Csak véget akar vetni ennek a játéknak, meg korábbi elmondtam azt, amit akartam. Oké, fő ellenfél és elkerülhetetlen incidens, igaz? Vár, nem, hát rá lehet ugrani a tetejére. És mi ez a halál, vagy sérülés hang? Ez. Hát ilyet hogy lehet kiadni? Mint azt nyögné nekem, hogy nem áll, vagy no way. Valami hasonló. Hát vagy megoldottuk. Mondjuk megpróbálhatnám akár azt is, hogy ott felette átugranám, mert az csak egy háttéreszköz. Vagy nem. Most mi van? What? Átugrottam a feje felett. Na mindegy, most... Igen, ez muszáj volt. Úgy kíváncsi vagyok, ennek mi a halálanimáció ilyenkor? Csak felrobban és ennyi. Hát ez fantasztikus. Jó van, akkor megint találkozunk Daisyvel, csak azért, hogy aztán utána eltűnjön megint. Na vajon most mivé válsz? Ó, egy pókká! Jaj, de meglepődtem! Lehet, hogy én mondtam rosszul valamit a videó elején, de úgy néz ki, hogy nem vágatom, hogy játszom még a játékot, mert most is megvágok minden jelenetet, amit csak tudok. Na mindegy. Mondjuk igazából csak azt vágom ki, hogy azt nem veszem fel, amikor engem már visszaszámolja a pontokat a játék. Na mindegy. Megint ezt mondom, mindegy. És most Ázsiában vagyunk,
a zene alapján, meg most is egy ninja támadt ránk, hát érdekes. Mario beutazott az egész világot, akkor ez nem is Mario lent, hanem ez az eddig Mario World. Ennyi, a 90-es Mario World az egy hazugság. Játszatok a lendem, az a valódi World. De az ott mi most, az ott egy ninja, vagy egy nőszemély, aki védi a botanikus keret, amiben ugrál Mario? És nem ezeket kinyírni. Ráugrasz a fejükre, aztán csak kilapulnak, aztán feltámadnak, vagy nem tudom. Ez ijesztő. Ez a legijesztőbb Mario moment. És azt hiszem, most nincsen tűzvilágom, mert felszettem egy gólem, mivel megsebesültem. Jó van, kihívás. És akkor szépen tovább át. Jó, oké. Okay. Nyugodj szépen itt tovább. Cső. Nem, nincsen semmilyen cső. Itt fenn. Nem. Itt fenn. Itt se. Oh, ez mi volt? Ja, hogy nem várják meg a világok, hogy elmenjek onnan. Ja, hát igen, ezek fejjellepei vannak, azért máshogy funkcionálnak. Ha dekollál, akkor is ez lesz. Valószínűleg igen. Átpróbálok rohanni alattuk. Akkor nem. Na. Jó. Tudom, hogy ez jelent valamit. Jól van. És akkor szépen tovább át. Mondjuk ez Game Boy-on eléggé kihívó lehet, vagy inkább felbosszantó. Na, ki akarom ütni, úgyis összejön a 100 mindjárt. Akkor nem. Jó. És akkor szépen ott fel. Harc a túlélését és az elhalálozásért. Hát ezt jól megoldottad, Márton. Jó, oké, szépen tovább. Most már semmi nem akadályozhat meg minket. Most már minden lenne a rendben. Everything is fine. Na, jó. Oké, ez egy izgalmas játék, amiben könnyen meg lehet halni. Na, jó. Szépen tovább most már tényleg. Nagyon fárasztó ez az egész. És mit gondoltok arról, hogy megint globális felmelegedés van itt Magyarországon? Egyszerűen nincs jó érzés. Nem jó, hogy az ember megy megint a napra. Na mindegy. Csak azért mondok ilyen marhaságokat, mert már semmi nem jár a fejemben, és csak időt próbálom húzni. De megígérem magamnak azt, hogy ezt a játékot kijátszom, mert még ebből nem volt semmilyen, mert a Mario Land-ből még nem volt videó a csatornán. És hát körülbelül ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Jaj, nekem. Jóan egyszer hámat támadtak rám, de mindegy, túlestünk rajtuk. Na itt akkor hogyan tovább? És akkor végig kell rohanni. Ennyi. Hogy dokulcsán, amikor éppen ugrasz a pálya végénél, akkor Mario a levegőben abba adja az ugrás animációt és elkezd állni. Mint ami szentet játszana. Nem menni, mert olyan pálya, ahol el lehet menni ott. A legelejénél, amikor cső van. Lehet, hogy nem mutatom nektek, de biztos vagy benne, hogy nem. Mindegy. Nem figyelem, hogy mit csinál, vagy azt, hogy mit mondok, de ez mondjuk megszokott, elég nem volt erre panasz. Majd talán ezután lesz. Azt vajon meg lehet ölni? És még animáció sincsen hozzá, csak így eltűnik. Hát, jó, kösz. Jó. Amúgy valószínűleg ezek a virágok, amíg így köpködnek, azok kerültek bele később abba a Super Mario World-be, mert ugyanazok vannak benne, csak nem közlekednek ott, ha jól tudom. Legyen 3-as is benne voltak, csak nem emlékszem, mert az is már régen játszottam. Na, a benne a pattogást? Köszönöm. Ennyi. Ja igen, ott felmehettem volna, de mindegy, nem számít. Nekem már nem kell semmit, csak egy kis finálé, mert azt hiszem, hogy ezután lesz az utolsó pálya, és azt hiszem, hogy kell majd repülőt vezetni, hogy űrhajót, valami olyasmit. Ha repülő, akkor lesz egy kis káper utánérzésem. Mondjuk abban is kell videót csinálni. Na. Meg ha már volt a GTA 3-as glitches bemutatók, akkor lehetne akkor a Vice City-ből is. Úgyis mind a kettő megvan Steamen, meg akkor mondanám, hogy kell a San Andreasba, csak az a baj, hogy abból szinte még mindig töltem fel glitches videókkal. Van egy külön csatorna, aminek már a sorozatának valahányadik részén tartasz, hiszem külföldön.
Hát mondjuk annyiban, hogy nem szeretném az ő munkásságát ezzel utánozni, vagy megsérteni, szóval inkább csak a Vice City-ből lesz Grinch bemutató, aztán utána hanyagolom ezt. Azt hogy tudtad úgy bemenni? Hogy tudtál ott megsérülni, Márton? Ne. Hát, izgalmas pillanatok, amik is sem unalmasak igazából. Tudod, hogy a Cavernek a készítői innen inspirálták valamelyik pályát? Tehát ami a vites, hogyha ezzel nem ilyen fog rá kapni esetleg egy copyrightot, ez minden bizony a Ken-Ken akar lenni, vagy Kant-Kan, na mindegy. Nem tudom, én elvel mondtam ki. Így jobban akadt a számra. Na. Ne. Franc, egye már meg ezt. Nekem jól érzésem, hogy a pálya loopolódik, mint hogyha már itt jártam volna. Lehet, hogy csak azért mondom, hogy ezek a tűzcsovák itt is megtalálhatóak. Csak így, természetesen csak egy van, nem pedig egy egész sor. Na mindegy. Az hogy tudtad ott benézni? Na végre. Itt fenn nincs semmi az égvilágon, és hogyha felugrok, akkor fenn is maradok. Én nem vagyok annyira szerencsétlen, hogy leessek egy platformról, ami megtartja a játékost. Na jó, akkor megint lövöldözünk, és igen, repülünk, szóval káperes utánérzésem van. Főleg itt ezek a hülye madarak repülnek, csinálom megjelenni az a hülye fakopáncs, vagy nem fakopáncs, hanem kakukmadár. Na jól van. Ahogy olyan bombákat lősz ki, ami követik a játékos, vagy bullet billeket, bocsánat, hát fantasztikus, nem követik, hanem abban az irányban repülnek, ahol a maga a játékos is volt, és körülbelül úgy, hogy akkor ennyi. Ha a lehetőség lenne összezsugorodni, az mondjuk jó poén lenne. Na mindegy. Na. Hát akkor nem tudok olyan megvagyom boldogulni itt a golyó záporban. Ami igazából bullet bill zápor. Az nem miért van ott? Kiraktál azokat a, nem tudom. Elektronikus bombák, vagy nem tudom, miért nevezem azokat. Azért belül, mert csak összezsugorodok. De mondom, ezek a repülős pályák tök jók szerintem, meg maga a koncepció is. Milyen repülős pályák? Hát van egy víz, meg egy repülős, de igazából ugyanaz a technika van. De ez tök jó, és valószínűleg az a legelső alkalom, és hát jobb is ez bele kell, mert meglepően izgalmas. Csak lehetne egy több objektum is szerintem. Már lehet, hogy ez pont így a legjobb, mert most emulátor játszok, ez nem annyira nehéz, mint mondjuk Game Boy-on. Vagy olyan kéne csinálom, hogy így nem tudom, mennyi ideig bírod ki a Mario Game Over nélkül, anélkül, hogy mentenél. Mondjuk annak lenne értem, és akkor jóban tudnám, akkor nehezen tudnám tartani ezeket a játékokat, sőt, biztos jön benne. Na mindegy. Igen, már alulértékelő a régi játékokat, mert lehet bennük menteni emulátoron keresztül. Na mindegy. Jó, hogyan haladjunk itt tovább. Most, ha jól hallottam, amikor megsértem, akkor nem kaptam meg a hangeffektet hozzá, bár ez nem olyan nagy dolog, ez szinte minden játékban elő szokott fordulni. Dobja rám ezeket a csillagokat. Na jól van. Még mi van itt a képernyőn? Hát felhők, meg már összezsugorodik, és körülbelül ennyi van az égvilágon. De igaz, hogy véget érhetne ez a istenverte szakasz. Jaj. Tudtam, hogy valami nincsen rendjén. Köszönöm. Azt hogy tudtam ott elintézni, hogy megsérüljek? Ah, igen, a Mega Man-hez hasonlóan itt is átmennek a platformok, hogyha elég jól bugolunk, mert igazából nem lehet. Mondjuk meg a Man-ből is kell videót csinálnom, mert ha annyi nem szeretem a játékot, de egy igazán egy klasszikusról van szó. Meg úgy csináltam tesztet a 2,5D-s vagy valami hasonló nevezetű játékból. Ami lényegében a klasszikus Mega Man 1 vagy a 2 akar lenni, csak más grafikával igazából. Tehát így félig 3D-s az egész. Na mindegy. Jól van, és azt mondja, hogy ez a fő ellenfél, ha jól tudom.
Na, az olyan milyen lehet? Hát, majd meglátjuk. Most kicsit változott a pálya menete. És talán itt is lesz nem sokára, hogyha a játék engedné, hát ezt nem hiszem el. Jó, lerombom ezt a falat is, és akkor itt jön ez az ellenfél még, vagy inkább csak objektum, aztán ököl. Miért vannak itt öklök? Kinek a keze van itt? És miért? Hát, furcsa. Ez a fő ellenfél? Egy felhő? Akkor emberek, én tudtam valamit rosszul, mert akkor ez nem a fő ellenfél. Mármint nem a legutolsó ellenfél, ez csak egy felhő, amit dobál magából a madarakat. Hát ez fura. Hagyj békén, felhő! Nem ijesztesz meg a két szemed, de hát nézzétek milyen ijesztő, a lelketekbe néz. Jaj, nekem. Hát, köszönöm. Hova? Beindul a zene. Aha! És ennek már nincsen hangeffektje. Komolyan vehető ellenférről van szó. A mechanikum, hogy annyira nem nehéz, hogy jó által, csak kilő bombákat, és szétszórnak a képernyő, és ennyi volt a játék. Ennyi volt. Maga a fő ellenfél könnyebb volt, mint a többi ellenfél. Na mindegy. Ó, oh, Daisy! Daisy! Thank you, Mario! És ennyi. Szívecske, lol. Szívecske, igen. Jó. Your quest is over. Nem mondod. Most ilyen maratont futtok, vagy mi? És ennyi, egy űrhajóval elrepülnek. És mindenki itt van a stáblista nem sokára. Yeah, ennyi volt a játék. Nos hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, én Márton voltam a Retroból, és ma találkozunk a legközelebbi videónál. És igen, akkor ennyi a egész stáblista igazából, hogyha mennek az űrbe, miközben megjelennek a készítők. Na, akkor sziasztok, én akkor búcsúzok is. Halihó!